Szépen gyűlik a jótékony holmi. Éppen egy szülő hozott nagy szatyornyi adományt a háború által sújtott rászoruló menekülteknek, a PTE gyakorló általános iskola és gimnázium egyes számú általános iskolájába. Ez a sok csomag a főbejárat előtt a lépcsősor mellett kapott helyet. A Pécsi Egyetem oktatási intézménye hétfőn kezdte a gyűjtést. Az iskola is segítőkezet nyújt azoknak, akiknek most a legnagyobb szükségük van rá. Amit gyűjtöttünk, amit kértünk a szülőktől, olyan kis csomagokba csomagolt, könnyen gyorsan fogyasztható, nem túl nehéz élelmiszerek, kekszfélék, vagy akár kisbabáknak bébi ételek, babapiskóta, instant levesporok, de gyorsan ehető, vagy könnyen szállítható, zsebben, kis táskában tárolható élelmiszerek, vagy tisztítószerek. Onnan kezdve, hogy kézfertőtlenítő, folyadékok, kendők. Még játékszerekre is gondoltak a szülők. Vannak az adományok között műzliszeletek, csokoládék, könnyen fogyasztható és magas tápértékű élelmiszerek sorakoznak az iskola előterében. A szülőket nem volt nehéz mozgósítani. Az iskolánkban nagy hagyománya van a gyűjtésnek. Mi advent ide én több szervezetnek szoktunk gyűjteni, például a Gyakorló Iskolák Szövetsége Erdélybe, a bukovinai székelyeknek rendszeresen gyűjt most már több éve, úgyhogy mi nagyon gyorsan tudjuk mozgósítani a szüleinket, és most is az történt, hogy hétfőn kiment az értesítés, hogy gyűjtés indul. A mi iskolánkat a Pécsi Egyetem tartja fönn, a PTE fenntartásában működik az egyes gyakorló, és az egyetemnek partnere a Vöröskereszt. Információik szerint a Vöröskereszt elszállítja pénteken az adományokat. Ez nagy könnyebbséget jelent az iskola számára. Biztonságban érezhetik a szállítmány sorsát. Ha a későbbiek során igény mutatkozik további gyűjtés megszervezésére, az iskola azt is szívesen vállalja.